Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon. Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani. Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992 őszén sugárzott műsorait, amelyben az 1917-es októberi orosz forradalommal foglalkoztak, a bolsevik hatalomátvétel 75. évfordulóján. A műsorokat Kovács Tibor szerkesztette. Kelet-Európa egykori hivatalos ünnepe november 7-e az idei 75. évfordulón már-már több megemlékezésre adott alkalmat nyugaton, mint az egykori szovjet tömb országaiban. Moszkvában is csak néhány ezren próbálták sikertelenül újra lángra lobbantani a lenini nosztalgia elszenesedett fáklyáját. Nyugaton arra adott alkalmat az évforduló, hogy ismét mérleget lehessen vonni a háromnegyed évszázada történtek és az utóbbi évek gyökeres változásain is átható következményeik elemzése során. Ennek a feladatnak az elvégzéséhez természetesen könyvtárnyi irodalomra, a társadalom és ezen belül a politikai tudományok egy egész szakterületének, a szovjetológiának az eredményeire lehet támaszkodni. Ez a tudomány ág immár negyed százada kialakult, és nem csak szakkutatók, de kormánytanácsadók, újságírók is művelik. A szovjet típusú rendszerek történetét, szerkezetét, belső változásaikat tanulmányozó szovjetológián belül is különféle irányzatok bontakoztak ki az idő során, és ezek az irányzatok nem egyszer tudós vitákban csaptak össze. A 60-as, 70-es években a nyugati társadalmakban kitermelődött ellentmondások, feszültségek a baloldali gondolkodásmód felvirágzását eredményezték. Az új baloldal értelmisége fokozatosan teret nyert az oktatásban és a társadalomtudományi kutatásban. Elérte ez a változás a szovjetológiát is, és a disziplína számos művelője szakította a korábbi gyakorlattal, amely a totalitarianizmus fogalmának középpontba állításával jellemezhető. Az új baloldali szovjetológusok, szakítva a tudományág addigi gyakorlatával, abból indultak ki, hogy az októberi forradalom Lenin és a bolsevik vezetés alapjában véve helyes célokat tűzött ki, a lehető legészszerűbb módon befolyásolta az események menetét, a diktatórikus rendszer kialakulása pedig későbbi letérés a helyes útról. Mára már valószínűleg kevesen osztják ezt a nézetet, amely a Szovjetunió, a mindenkori szovjet vezetés egyfajta apológiája volt, hiszen azt tételezte föl, hogy van lehetőség a helyes út újbóli felfedezésére, csupán megfelelő reformokat kell elindítani. Geoffrey Hosking, a londoni egyetem professzora azt a tételét illusztrálja cikkében, hogy a bolsevikok bizonyos értelemben voltak éppen 70 esztendővel meghosszabbították az egykori cári orosz birodalom életét. Amikor a bolsevikok 1917-ben megszerezték a hatalmat, egyik első nyilatkozatukban ígéretet tettek arra, hogy biztosítják Oroszország népeinek egyenlőségét és önállóságát. Ennek ellenére, meglehetősen furcsa módon, a bolsevizmusnak mindvégig megmaradt egy orosz birodalmi felhangja, szinte az első pillanatoktól kezdve. Amikor 1917. decemberében felmerült annak a lehetősége, hogy Finnországot is beillesszék a munkások és parasztok államába, Lenin a következőket mondta. Visszataszító a szó, amit használok, de most meghódítjuk Finnországot, bár nem úgy, ahogy a fosztogató kapitalisták teszik. Azáltal hódítjuk meg, hogy felkínáljuk számára a lehetőséget a csatlakozásra egy olyan szövetséghez, amelyet nem szerződések, hanem a kizsákmányoltaknak a kizsákmányolókkal szembeni összefogása tart össze. És itt kezdődött a nagyhatalmi kommunizmus kétértelműsége. Amikor pedig néhány hónappal később a Brest-Litovszki béke megkötésekor Lenin párton belüli ellenfelei a világforradalom továbbvitelét sürgették, ő maga reálpolitikusként tudta, hogy mindenképpen biztosítani kell a kommunizmus egyetlen bástyájának a fennmaradását,
legyenek bármennyire megalázóak ennek a feltételei. Lenin harcostársa, a fenntartások nélkül internacionalista Karl Radek később így summázta ennek a lépésnek a logikáját, mivel Oroszország az egyetlen ország, ahol a munkásosztály megszerezte a hatalmat, most az egész világ munkásainak orosz patriótaként kell viselkedniük. Szovjet-Oroszország később ugyanennek a logikának a szellemében nyelte el ismét a korábbi orosz területek többségét a Vörös Hadsereg megszálló hadműveletei során. A polgárháború végén és az 1920-as ukrajnai lengyel előretörés után egyre több támogatója lett az új sütetű orosz patriotizmusnak. Jó néhány orosz nacionalista azonosult az új szovjet állammal, látva, hogy a kommunistáknak sikerült az, amiben a korábbi években az összes többi párt kudarcot vallott. Az orosz birodalom szinte hiánytalan helyreállítása. A lengyel támadás idején a cári hadsereg számos tisztje önkéntesen belépett a Vörös Hadseregbe. Ezzel a 20-as, 30-as évek emigránsainak egy része is egyetértett, bár mások változatlanul hangoztatták, hogy hiába állt helyre a régi birodalom, ha annak lelke szétrombolódott, és a kommunizmus pontosan azokat az értékeket ásta alá, amelyek Oroszország sajátosságát adták. A sztalini évek az utóbbiakat igazolták. Hogyan is lehetne orosz egy olyan rendszer, amely szétzúzta a faluközösséget, bezáratta a templomokat és kolostorokat, betiltotta a legjobb írók műveit, őket magukat pedig koncentrációs táborokban pusztította el. Mégis maga Sztalin is orosz patriótának tekintette magát, és különösen a II. Világháború idején gyakran felhasználta az orosz történelem szimbólumrendszerét. Az igazság talán az, hogy az orosz birodalom cári és szovjet változatában egyaránt egy különös, félinternacionalista fenevad volt, amelynek céljai nemigen kötődtek az orosz néphez, az orosz kultúrához, írja Geoffrey Hosking a Times Literary Supplementben megjelent cikkében. A szovjet állam hagyományai egy további vonatkozásban is a cári előzményekből eredtek, még ha kifordítottan is. A cárok az isteni törvényekre alapozták hatalmukat, de a 18. század elejétől állami ellenőrzés alá vonták az egyházat. A birodalom tehát vallásos ideológiát hirdetett, de ezt világi eszközökkel érvényesítette. Nem csoda hát, hogy a szovjet állam csak megfordította a logikát és világi célokat hirdetett, amelyek érvényesítéséhez olyan eszközöket választott, amelyek nem nélkülöztek vallásos felhangokat. Lenin földi maradványainak megőrzésétől kezdve a sztálini perek önkritika ritusáig. A két birodalom nemzetiségi politikájában is több a hasonlóság, mint amennyi első látásra szembe tűnik. 1917 előtt az oroszok épp olyan alávetettek voltak, mint a többi nép. A nem oroszok ugyanakkor megőrizhették ősi szokásaikat, és rendelkeztek egyfajta töredékes, vallási és politikai önállósággal is, de a birodalom végső soron teljes asszimilációjukat remélte. A szovjet állam kezdetben kifejezetten bátorította a más nemzetiségűek öntudatra ébredését. A kommunisták mintegy 15 éven át viszonylag nagyvonalú nemzetiségi politikát folytattak. A nemzetiségeket felruházták az államiság külsődleges kellékeivel, köztársaságokat, autonóm köztársaságokat és autonóm területeket hoztak létre. A 30-as évek elejéig a nemzeti nyelvek fejlődését is segítették, ösztönözve a helyi történelem iskolai oktatását és különféle nyelvű kiadók működését. De mindez ne vezessen félre bennünket. A párt ugyanis gondosan ügyelt arra, hogy a helyi káderek hűek legyenek Moszkvához, a központi tervezés pedig arról gondoskodott, hogy a helyi gazdasági fejlődés ne a helyi, hanem az összérdekeknek feleljen meg. És mindig kéznél volt a politikai rendőrség, hogy elbánjon azokkal, akik túlságos lelkesedéssel követnék nemzeti ambícióikat. A 30-as évek egyik tisztogatási kampánya is az úgynevezett burzsoá nacionalisták ellen irányult. Bármennyire képletes volt is a Szovjetunió föderalizmusa, hatásai valódiak és hosszú távúak. Ahogy a brit, francia és holland gyarmati igazgatása múlt században megvonta számos mai állam határait, úgy a forradalom alatt és után a szovjet állam is tömegbázist teremtett ősi nemzeteknek, és nemzetet hozott létre ott, ahol addig csak törzsi szövetségek léteztek. Bátorította, és ugyanakkor el is nyomta a nemzeti öntudatot. Geoffrey Hosking mindezek alapján arra a következtetésre jut, hogy legalábbis Lenin után a szovjet vezetők nem törekedtek nemzetközi közösség megteremtésére, sokkal inkább egy olyan birodalmat akartak,
ahol minden nemzetiségnek megvan a kijelölt helye az orosz fennhatóság alatt álló hierarchiában. A háttérbe szorított nemzetiségek körében ez természetesen ellenérzéseket ébresztett, amelyek az elmúlt években felszínre törtek. Maguk a szovjet vezetők ültették el tehát azt a magot, amelyből saját bukásuk sarjadt ki, és a bukásba még utódaikat is maguk után ránthatják. De hol állt ebben a rendszerben az orosz nép, teszi fel a kérdést Hasking a Times Literary Supplementben megjelent írásában. Paradox helyzetük már a veszélyessé, sőt robbanás veszélyessé vált. Mindenki megszállóknak, a birodalom hordozóinak tekintette az oroszokat, ezt azonban ők maguk nem így érezték, és bizonyos értelemben igazuk volt. Egy szűk elittől eltekintve ők is ugyanolyan elnyomottak és kizsákmányoltak voltak, mint bárki más, akár a cári, akár a szovjet birodalomban. Ráadásul a birodalom ellenfeleiként sem tudták meghatározni magukat, mint a többi nép. 1917 egy szempontból az orosz nép saját birodalma elleni forradalma volt. Mindenekelőtt a falusi közösség lázadt fel saját normáival, szokásaival és mítoszaival az idegen birodalmi világ ellen, amely megtagadta a falu közösségi, földbirtoklási és jogrendszert, és egyre inkább fenyegette a hagyományos életmódot. A munkás és katona küldöttek tanácsa még ezt a lázadást tükrözte. Egy ideig úgy tűnhetett, hogy győzedelmeskedett a népi Oroszország, és a parasztság közösségi és demokratikus normái válnak az új állam uralkodó eszméjévé. De nem ez történt. Átvették a hatalmat az értelmiségiek és a hivatásos forradalmárok, a kommunista párt kizárólagos hatalmával végleg szétrombolta a falu közösséget. Az oroszok gyökértelen benszülöttekké váltak saját birodalmukban. És a helyzet ma is ez. Mintegy 25 millió orosz nem is az Oroszországi Föderáció területén él. A múlt év végén ezek a milliók egy csapásra idegenekké váltak olyan területeken, amelyeket mindig is saját hazájuknak tekintettek. És akik körülveszik őket, nemzeti identitásukban agresszíven tudatosak. A veszély nyilvánvaló. A Jelcin által Vörös-Barna Szövetségnek nevezett kommunista-nacionalista együttműködés ismét elindíthatja a régi birodalom erőszakos helyreállításának a folyamatát. Ezt a folyamatot szerzőnk szerint meggátolhatja az orosz imperializmusnak az az öröksége, hogy az oroszok egyfajta felelősséget éreznek szomszédaik iránt. Németországban nemrégiben felújították és a frankfurti operaházban élő zenekari kísérettel bemutatták Vszevolod Pudovkin 1927-ben készült néma filmjét, a Szentpétervár végnapjait. A formai szempontból kiváló, expresszionista alkotás sajnos tartalmilag sematikus és hazug. Azt mutatja be, miként érlelődött forradalommá a cári Oroszország elnyomott munkásságának és parasztságának a háborús nyomorúságtól a végsőkig fokozott elégedetlensége. Ma már persze köztudott, hogy nem 1917. októberében, hanem februárban zajlott le az orosz forradalom, és a hatalmi vákumot a bolsevikok Lenin vezetésével októberben ügyesen kihasználták, magukhoz ragadva az ország irányítását. Pudovkin filmjében az a figyelemre méltó, hogy 10 évvel később már milyen tökéletesen készen állt a forradalmi legenda, amelynek vonzásköréből a nyugati szovjetológia is csak hosszú idő után üggyel bajjal tudott kiszabadulni. Ennek a jelenségnek az okait vizsgálja Richard Pipes, harvardi professzor, a kor történetével foglalkozó számos könyv szerzője a Times Literary Supplement november 6-ai számában. A Times önállóan megjelenő heti irodalmi mellékletének ezt a tematikus számát feldolgozó sorozatunkban most Pipes írását ismertetjük. A nagy októberi forradalom idejéből nem maradtak fenn fényképek. Annál inkább meglepő ez a tény, ha a figyelembe vesszük, hogy a februári forradalom eseményeit képek tömege örökítette meg. A magyarázat egyszerű. November 7-én, a régi orosz időszámítás szerint október 24-én klasszikus államcsín zajlott le Szentpéterváron. A tömegek, amelyek februárban az események előterében álltak, most nem is sejtették, hogy megszerezték a hatalmat. A Központi Bizottság 1917-es jegyzőkönyveiben nyoma sincs a hatalom átvételi elképzeléseknek. Más forrásokból viszont tudni lehet, hogy az október 10-i ülésen igenis szó volt, sőt, megállapodás is született a 2 héttel későbbre tervezett akció részleteiről. A mindig óvatos Lenin nem akarta, hogy ennek a legkisebb nyoma is fennmaradjon. A bolsevik vezetés úgy állította be a történteket, mintha a szovjetek összoroszországi kongresszusa szerezte volna meg a hatalmat, és még a párt tagsága sem sejtette, mi is történt valójában.
Csak egy héttel később jelent meg az első olyan hivatalos dokumentum, amely arra utalt, hogy szocialista hatalomátvétel zajlott le. Mindezeket a tényeket azért kell hangsúlyozni, mert később teret nyert a mítosz, miszerint a bolsevikokat a kirobbant népharag emelte hatalomra. Honnan eredt ez a mítosz, és mivel magyarázható, tartós fennmaradással teszi fel a kérdést Richard Pipes. Véleménye szerint a magyarázat részben lélektani jellegű. Az emberek, különösen azok, akiket képzettségük a történelem társadalmi-gazdasági értelmezésére sarkal, nehezen tudják elfogadni, hogy egy ilyen tartós következményekkel járó esemény hátterében egy maroknyi csoport összeesküvésre állt volna. Sokkal természetesebbnek érzik azt a feltevést, hogy történelmi eseményeknél az okok és az okozatok azonos nagyságrendűek. A milliókra ható eseményeket milliók kellett, hogy akarják. Lehet, hogy ez természetes, de a feltevés a szigorúbb vizsgálat próbáját már nem állja ki. Az első világháború 10 millió ember életet követelt, jól lehet néhány államférfi döntésén múlt, nem pedig népszavazáson. A 6 millió zsidó halálát okozó holokausztot egyetlen egy ember rendelt el, mégpedig olyan titokban, hogy mind a mai napig nem sikerült olyan dokumentumot találni, amely rögzíti ezt a döntést. De nem csak lélektani okok szolgáltatják a magyarázatot. A nagy október legendája a kommunista párt igényeihez igazodott. A bolsevikok nem tudták igazolni a hatalmukat a tradícióval, hiszen ez az uralkodóház legitimációs alapja volt. Nem hivatkozhattak a néptől kapott megbízatásra sem. Köztudott, hogy 1917. novemberében az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását előkészítő választásokon a bolsevikok vereséget szenvedtek. Hatalmuk igazolásához nem maradt más lehetőségük, mint hogy egyfajta történelmi megbízatásra hivatkozzanak, amely úgymond őket választotta ki az emberiség fejlődésének végső foka az osztály nélküli társadalom megteremtésére. És hogy ezt hitelessé tegyék, egyszerűen átírták az októberi események történetét, kimutatandó, hogy nem irányították, csupán követték a munkás és paraszt tömegek spontán mozgalmának kirobbanását. A Times Literary Supplement-ben közölt cikkében Richard Pipes rámutat, hogy az iratokkal is bizonyítható valósággal gyökeresen ellentétes történelemkép fenntartása érdekében a kommunista párt részben titokban tartotta, részben meghamisította az írásos forrásokat, és folyamatosan kézben tartotta a történettudomány irányítását. Nyugaton nem működtek ilyen erők, és a forradalom története egy ideig mentes volt a hamis értelmezésektől. A 60-as években azonban érzékelhetővé vált egy árnyalatnyi változás. Hruscsov idején Moszkva úgy döntött, hogy feladja a nyugattal való tudományos szembenállás politikáját, és inkább a külföldi kutatók megnyerésére törekszik. A cél az volt, hogy nyugaton is fogadják el az októberi forradalom és a belőle kinőtt rendszer elkerülhetetlenségének és jogszerűségének az elvét. Az egységes vita alap megteremtésére konferenciák sorozatát szervezték nyugati tudósok bevonásával. Az alkalmazkodásra hajló kutatók előtt megnyíltak a levéltárak, persze a politikai szempontból fontosabb iratokba ők sem tekinthettek be. Csak a szociális kérdésekre vonatkozó anyagot vizsgálhatták. Emiatt a nyugati szovjetológia ezekben az években a társadalom történet felé fordult. Az új revizionista iskola hívei fokozatosan eltávolodtak a valósághű állásponttól, amely a nagy október pucs voltából indult ki. Revizionizmusról persze csak nyugati összehasonlításban lehet beszélni. A szovjet szakirodalom vonatkozásában példátlan ortodoxia volt ez. A revizionisták nem érezték ugyan kötelezőnek, hogy Leninben lássák a tévedhetetlen bölcsesség forrását, és szabadon idézték Trockijt, Bukharint, a mensevikeket, de az eseményeket a hivatalos szovjet állásponttal összhangban értelmezték, alulról kezdeményezett forradalomnak tekintve 1917. októberét. Pipes elégtétele állapítja meg, hogy a közelmúltban új fordulat következett be, mégpedig azzal párhuzamosan, hogy francia történészkörökben megrendült a hagyományos nézet, miszerint 1789-ben a francia forradalom idején osztályharc folyt a fölemelkedő polgárság és a hanyatló arisztokrácia között. A politikai események és az eszmék ebben a kérdésben a helyükre kerültek, és ez megingatta azokat az értelmezéseket is, amelyek szerint 1917-ben Oroszországban a proletár tömegek arattak győzelmet a burzsoázia fölött. A volt Szovjetunió irattárainak megnyitása nézeteik felülvizsgálatára kényszeríti a revizionistákat, és nem lehet többé kijelenteni, hogy a munkásosztály vette át a hatalmat,
miután egy 1922-es keltezésű Leninnek címzett bizalmas jelentésből kiderül, ebben az évben Pétervárott az ipari munkásoknak csak 2-3%-a volt párttag. De ugyanilyen csapás erre a történelem szemléletre az oroszországi kommunizmus összeomlása. A cenzúra megszűnt, a fennmaradásáért küzdő tudományos akadémia nem akarja és nem is tudná felügyelni a történetírást. A nyugati revizionista munkák egy kalap alá kerülnek a hitelüket vesztett hivatalos történeti művekkel. Nyilvánvalóvá lett ugyanis, hogy az októberi államcsíny egy fanatikus értelmiségi csoport műve volt. Eltökélték, hogy az egész világon gyökeresen átalakítják az embert és a társadalmat. Nem lehet utópistáknak tekinteni őket, mivel az utópista közösségek alapítói csak meggyőzésre hagyatkoztak, ők pedig erőszakra. Az utópista közösségeket önkéntesek alkották, akik tetszés szerint kiválhattak ezekből. A kommunista állam egy egész országra kényszerítette rá az akaratát, kizárva a távozás lehetőségét. Richard Pipes úgy véli, hogy két világháború, Lenin, Stalin, Hitler, Mao és Pol Pot után talán eljött az idő föladni azt a történelem szemléletet, amely szerint a csupa nagybetűvel írott történelem metafizikai folyamatként halad az emberiség által hőn óhajtott célja felé. Pipes a kisbetűs történelem kutatójaként nem lát ilyen magasztos célt, csak megszámlálhatatlan hétköznapi embert, akik élni szeretnék hétköznapi életüket, miközben akaratuk ellenére légvár építmények tégláiként kénytelenek szolgálni az örök békétlenek számára. Összeállításunkban a Szabad Európa Rádió 1992 őszén az 1917-es októberi orosz forradalom 75. évfordulóján sugárzott műsoraiból válogattunk. A visszatekintést a következő epizódban folytatjuk. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.